Tisztelt Ház, november 25-e a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. Alkalom nyílik tehát a hazai helyzet rövid áttekintésére. Az ENSZ ajánlása alapján a kormányoknak, a különböző társadalmi kérdéseket felvállaló szervezeteknek ezen a napon figyelemfelkeltő akciókat, kampányokat kellene indítani. Ehhez képest hazánkban a fideszes politikai elit még mindig adós az isztambuli egyezmény ratifikálásával is. Sajnálatos módon tragédiának kellett történnie ahhoz, hogy a kérdés figyelmet kapjon. Mindenki emlékszik a lúgos orvos esetére, aki maró folyadékkal öntötte le párját, Renner Erikát, vagy az alezredes élettársát, Orosz Bernadettet, akit a felismeretetlenségig vertek össze. Ez csak a jéghegy csúcsa, de ráirányítja a figyelmet a többi áldozatra is. Olyan intézkedésekre van szükség, ami az áldozatok helyzetén segít. Arányaiban a legtöbb bántalmazásra a párkapcsolatokon belül kerül sor, legtöbbször akkor, amikor ebből a kapcsolatból a bántalmazott megpróbál kilépni. A szociális rendszer intézményei csak átmeneti időre, vagy még annyira sem nyújtanak segítséget az áldozatoknak. A mai napig nem kerül sor hosszú távú lakhatási stratégia kidolgozására. A helyzet orvoslását éppen az önök által megsarcolt önkormányzati rendszer jelenthetné. A krízislakás hálózat megkönnyíteni a bántalmazók közegben élők menekülését, életük újrakezdését. Viszont akinek nincs gyermeke, annak még ideiglenes szállást is nagyon nehéz szervezni. Számos bántalmazott nő elsőként azzal szembesül, hogy a rendőrségen nem veszik komolyan az ügyét, sőt még hibáztatják. A rendvédelmi dolgozók képzése hosszú ideje elmulasztott kötelezettségük. Szintén sokat segítene a helyzet előmozdításában egy önálló költségvetési alap a megelőzés érdekében, szakpszichológusok alkalmazása, a családon belül erőszak elleni küzdelem, iskolai tanterve illesztése, a szociális dolgozók béremelése és a jelzőrendszer megerősítése is. Továbbá nehezedik azoknak az áldozatoknak a helyzete, akik gyermekükkel együtt menekülnek. Elengedhetetlen az anyaotthonok kapacitás bővítése is. Komoly nehézségek mutatkoznak a tartásdíjak behajtásával kapcsolatban is. Sok bántalmazó éppen a pénzügyi kiszolgáltatottságot használja ki arra, hogy továbbra is rettegésben tartsa áldozatát. Sokkal komolyabb szankciókra van tehát szükség velük szemben. Visszatérő probléma a kényszer láthatás megszüntetése. A hatóságok számos gyermeket kényszerítenek arra, hogy akaratuk ellenére külön élő szüleikkel tartsanak kapcsolatot. A nők és gyermekek ellenállásának oka legtöbbször a korábban elszenvedett apai bántalmazás. Amíg legalább erre nincs megoldás, nem tettünk meg mindent az erőszak visszaszorításáért. Bizakodó vagyok, hogy államtitkár úr elmondja azt, hogy miket tettek, mert igenis történtek előrelépések, de sajnos még nem elég. Köszönöm. Köszönöm, képviselőasszony, tisztelt országgyűlés. Az interpelláció megválaszolásával miniszterelnök úr a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező Tuzson Bence igazságügyi miniszter urat bízta meg. Az interpellációra miniszter úr felkérésére Répási Róbert miniszterhelyettes úr válaszol. Megköszönöm együttműködésüket, és átadom az ülés vezetését Latolcsa János alelnök úrnak. Miniszterhelyettes úr, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. A jelenleg hatályos büntető törvénykönyv, a 2012. évi 100. törvény tartalmazza a kapcsolati erőszak büntetését, annak a 212-ben nagyjá szakasza bünteti a kapcsolati erőszakot. Tisztelt képviselőasszony, önök, a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselői sem az új büntető törvénykönyvet nem szavazták meg, sem a kapcsolati erőszakra vonatkozó törvényt nem szavazták meg. Ez a 2013. évi 78. törvény volt. Tehát minden esetre, mindenek előtt azt kellene tisztáznunk, hogy ki mit tesz a kapcsolati erőszak áldozataiért. Az ellenzéki képviselők, közöttük főleg önök, a Magyar Szocialista Párt képviselői nem szavazták meg a kapcsolati erőszak büntetését. Ez azt jelenti, hogy ha önökön múlott volna, akkor ma Magyarországon nem büntetnék a kapcsolati erőszakot. De menjünk tovább, tisztelt ház! 2015-ben a gyermekvédelmi törvényben egy módosítás során bekerült a titkos menedékházaknak a rendszere, amely védi a kapcsolati erőszak áldozatait.
tisztelt háza, Magyar Szocialista Párt képviselői nem szavazták meg ezt a törvényt. A kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiáról az országgyűlés 2015-ben határozatot fogadott el. Ez részletesen felsorolja, hogy a kapcsolati erőszak ellen hogyan lép fel a magyar állam. Nos, tisztelt ház, biztos már kitalálták, hogy a Magyar Szocialista Párt és képviselői nem fogadták el ezt az országgyűlési határozatot. Tisztelt ház, természetesen nem csak és nem kizárólag jogszabályokkal kell küzdeni a kapcsolati erőszak áldozataiért, de önök nem tettek meg semmit. Egy gomnyomást sem tettek azért, hogy a kapcsolati erőszak áldozatai védelemben, jogi védelemben részesüljenek. Mit tett a kormány még ezen kívül? A kormány létrehozta a kríziskezelő ambulanciákat, az országos kríziskezelő és információs telefonszolgálatot, krízis központokat, titkos menedékházakat és úgynevezett félutas házakat. Hogy ezek milyen mértékben segítik az áldozatokat, szeretném önökkel tudatni, hogy a krízis központokból jelenleg 20 működik, az úgynevezett félutas házakból szintén 20, titkos menedékházból 8, kríziskezelő ambulanciából pedig 7 működik az országban. 2019-2020-ban 4200 úgynevezett jelzőrendszeri tag volt, rendőrök, családsegítő munkát végző védőnők, akik részesültek képzésben azért, hogy időben fel tudják ismerni a kapcsolati erőszak jeleit, és ezt korai észleléssel tudják a gyermekvédelmi jelzőrendszernek továbbítani. Tisztelt ház, 2023-ban a kormány 702 millió forintot biztosított a kapcsolati erőszak áldozatait segítő ellátórendszerre. Tisztelt képviselőasszony, úgy gondolom, hogy ezzel nem ért véget a munka, és természetesen további erőfeszítésekre van szükség a kapcsolati erőszak áldozatának a megsegítésére, de arra kérem önöket, hogy amikor számon kérik a kormányon, hogy mit adott, mit segített a kapcsolati erőszak áldozatának a kormány, akkor először nézzenek tükörbe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszterhelyettes úr. Most megkérdezem Gulmai Zita a képviselőasszonyt, hogy elfogadja-e a miniszterhelyettesi választ. Parancsoljon. Választ nem fogadom el, és hát pontosan tudja államtitkár úr is, hogy az elmúlt időszakban egyetlen egy olyan határozati javaslatot nem fogadtak el az ellenzék részéről, amiről egyáltalán legalább itt a plenáris ülésen vitatkozni lehetett volna. Én azt gondolom, hogy ha volna esély arra, hogy legyenek viták, akkor én azt gondolom, hogy igenis meggondolnánk azt, hogy mi az, amit támogatunk, és mi az, amit nem. Egyébként kétségtelen tény, és erről beszéltem nagyon korrekt módon a felszólalásomban is, hogy nem vitatom, hogy az erőszak elleni küzdelemnek vannak eredményei, és azt is, hogy történt némi előrelépés, de sajnos tovább bántalmazza, magukra hagyja az áldozatokat a rendszer. Nincsenek kidolgozva olyan protokollok, amelyek alkalmazásában az áldozatok egyáltalán biztonságban érezhetnék magukat, és újra szeretném kiemelni a közös felügyelet szabályának megváltoztatását. Nem fogom elmondani azokat a számokat, amelyeket önök is pontosan tudnak. Valóban 2022. január 1-én életbe lépő törvénymódosítás szerint ez már akkor is elrendelhető, hogyha csak az egyik fél kéri. Most rendszeresen meghalnak gyerekek és édesanyák is, amiatt, hogy elég az apa hozzá, úgyhogy szerintem bőven van még mit tenni, és gyakorlatilag a bíró múlik az, hogy mi történik, felismeri a helyzetet, de még egyszer köszönöm, amit tette, de bőven van mit teendő.